Ugye lassan megy, úgyhogy akkor nyomok kettőt most. Hát ha. Na most. Most zöld módban vagy, és van valami a positionon, látsz valamit? Igen, a bal oldali kettő világít. A harmadik egy picit beírok szintén, mint a... Igen, a harmadik és a jobb oldali között. Jó, figyelj Zsolt, most azt kell csinálni, szerintem így hagyjuk ezt a beállítást. Ide teszünk egy null pontot, ami azt jelenti, hogy a felle billentyű, tehát itt a zöld státuszban egyszerre megnyomod. Jó, rendben, úgy láttam azt, hogy világ egyébként minden így világít. Jó, akkor én is megnyomom. Jó, legyen az, hogy elkezdünk nyitni a sugaron. Azt kellene, hogy a státusz jeledet azt átállítod sötét üzemmódba. Megvan. Jó, és most a position melyik világít neked? Jobb felső. Jó, igen, nagyon kicsi a sugar. Kezd el a balra gombbal kicsit nyitni rajta, nagyobbra. Mondjuk annyira, hogy a alatta lévő is világítson körülbelül. Oké, rendben van. Ja, hát nekem megvan a 10 így elnézésre. Jó, figyelj, akkor én is azért nyitok egy kicsit, hogy nagyobb legyen a sugár, stabilabb legyen, jó? Még egy picit. Tehát, hogyha a 10 eltűnik mondjuk egy-kettővel, akkor utána ott hagyjuk, jó? Most rendben. Jó, figyelj, akkor én azt mondom, hogy akkor narancs üzemmódba váltsunk át, és akkor onnantól él a tracking. Anyád, de durva ez a nézet. Ez itt szerintem tök király.